Következő szállításunkban betekintést nyerhetünk a Béri Balog Ádám gimnáziumban megrendezett középiskolások német nyelvi versenyének. Schatz der Nibelungen, a Nibelungok kincse. A Béri Balog Ádám gimnázium rendezésében először zajlott le ez a teljesen új típusú verseny. A kommunikatív nyelvoktatás új versenymódszereket is kíván, nem a hagyományos tesztes, fordításos feladatokat. A versenyre 25 csapat nevezett a megye 8 iskolájából, Paksról, Bátaszékről, Szekszárdról, Bonyhádról, Dombóvárról két iskolából, Tamásiból a gimnáziumból és a Vürc Ádám általános iskolából. A jelentkezés feltételei között csak a fantázia, jókedv és nyelvtudás szerepelt. Három fős csapatok jelentkezhettek, akiknek összéletkora nem haladta meg a 48 évet. Az érdeklődés óriási volt, ennyi csapatot nem tudtunk sehol elhelyezni, ezért selejtező feladatokat kaptak. A Nibelungének egy részletét a 20. századra kellett adaptálniuk. Így lett Siegfriedből, a főhősből, a szicíliai maffia feje, vagy egy autótolvaj Szanda főnöke. A fantáziában nem volt hiány. A selejtező feladatok után 14 csapatot hívtunk be a versenyre. Előfeladatként azt kapták, hogy válasszanak nevet, jelvényt maguknak, és frappánsan mutassák azt be.